Sziasztok! Üdvözöllek titeket az újabb órán. Ezen az órán nem egykorral fogunk tanulni, hanem egy kicsit mélyebbre ásunk a tippezésben, illetve megnézzük, hogy hogy tudunk forgásban adni a tippet. Oké? Nem tudtok még Bogfemet. A Bogfemnek ugye van az alapelemek. Catwalk, Decor, Hands Performance, Core Performance és Speed and Dip. Oké? Ma ezzel fogunk foglalkozni. Amire szeretnélek titeket megkérni, mielőtt belekezdünk ebbe az órába, nyomjátok meg a pauz gombot, ugye ez a kép kis vonal, és jól melegítsétek be léci az egész testeteket, különösen a combot, térdet, bokát. Jó? Mert eléggé megterhelő a combnak és a térdnek, és nem szeretnénk, hogy sérülés történjen. Jó? Szóval... pauz! Mindenki melyik lábra fogod csinálni, lippet csinálni, jobb lábra csinálni, bal lábra, még a sajátok lábra fogod csinálni, ez lehet, hogy a videó arra csinálom, hogy a pontszerben csinálok, de igazából tudom, hogy melyikre kényelmesen megkésik szokat. Kezdjük is el, megnézzük először gyorsan az alapdipet, utána pedig teszünk hozzá a forgást. Alapból a legbiztonságosabb módszer, több módszer van, nincs jó vagy rossz, ez az én módszerem, amivel szoktam. Terpezőn kezdünk, lemegyünk guggolásba, ráadunk az egyik lábunkra, ilyen esetben vettem bal lábamra, behúzom a jobb lábamat spicben magam mellé, és közben elfordul bal lábam irányába. Arra figyeljük oda, hogy a lábfej az spicbe menjen le, ne fél tartra a kajátot behúzni, mert ha így akarsz átlemenni, lehetőd a lábfejet benne. Úgyhogy csináljunk biztonságosan. Tehát lent vagyok, fordulunk el spicben, ülünk le a földre, nyitunk a kezünkkel hátra, próbáljuk hordítani a mellkast, nézzük hátra, és hogy megyünk hátra, nyújtjuk ki a lábunkat. Leír a kéz érjen először majd a földre, oké? És megpróbáljuk ne feküdni, hanem homorítsunk. Kéz. Oké? Nézzük meg ezt a sokféle módszer van, ahogy dipeszkálsz, nincs egy jó és rossz. Nyugodtan hagyhatod a lábadat itt, léphetsz keresztbe, ráteheted a térdedre, nyújtod ki, lehet lent a földön, lehet magasan, ahogy tetszik. Másik láb esetében szintén beúszhatod magad mellé, ülhetsz rajta, tulajdonképpen, ha mellhetsz féltalpon is. Ez talán inkább a legbiztonságosabb módszer, amelyikkel csinálok, és talán ez a legtöbb variációt csinálni, illetve én is szoktam csinálni. Még egyszer. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utána haladunk a forgásra. Oké? Okay? Kezdjük fent a kezed.
ebben a pozícióban kezdjük el, jövünk be, és innen már csak hátulítjuk. Még egyszer. 6, 7, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
végtelen lehetőség van rá. Én most csak nagyon a két verziót fogok bemutatni. Kicsit mind a kettő kicsit más, hogy hogyan kell közölteni be, és hogy mi az alapja annak, ahogy nem vagyunk. Jó, úgyhogy ezt a kettőt fogjuk megnézni. Ha sokat tudsz forogni, forogj nyugodtan sokat, ha nem tudsz sokat forogni, akkor maradj óvatos, és akkor csak néhány. Jó? Nézzük először azt a verziót, amiben igazából forrunk az egyik lábon, és tánzsak. Igazából nem vagyok nyitva. Jó, hogyha jobb lábad igazán, megemeled a jobb lábadat, és tulajdonképpen annyi fog történni majd innen, leülsz, és nyitsz. Ez lesz az alapja az egésznek. Bal láb, bal lábon fogsz forogni. Tehát, forogsz egyet, mondjuk egyet bal lábon, felemeled a jobb lábad, és jössz le. Ez nyilván megint majd nem úgy fog történni, hogy forgás és elő, hanem kicsit levezetjük az egészet. Oké? Tehát forog, le, fa. Még egyszer. Hat, ég, és. Egy, két, hát, négy. Öt, hat, ég. És egy, két, hát, négy. Ha nyolcszal másik szeretnél forogni, foroghatsz ott is gyorsan, vagy foroghatsz lassan. Ha lassan akarsz forogni nyolcszálláson keresztül, egy, két, hát, négy, öt, hat, hét, nyolc. Tulajdonképpen ugye csak elhúzod egy kicsit a mozgás. Ha gyorsan szeretnél forogni, akkor érted is sokat fogsz forogni. Tehát egy, két, hát, négy. Már gyerek. Ha gyorsan szeretné forogni, ott tartottunk. Ha gyorsan szeretné forogni, akkor pedig nyugodtan forogni, amennyi tudsz. 8-3-san keresztül nem feltétlenül kell 8-as, amennyi éppen kényelmes. Nézzük szerintem ezt a zenélet. Sima egyben. Oké? Nézzük meg, hogy próbálsz hányással.
6, 7, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Még egyszer. Megmutat a másik előtt. 5, 6, 7, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Még egyszer. Oké, legyen még kettő. 5, 6, 7, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utolsó. 5, 6, 5, 6, 7, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kérdés? Nem való kérdés, tudom, hogy zenét. Biztonságosan csináld, jó, ez lenne a legfontosabb mág is belőtte. Második, próbálj meg minél simábban, minél lazábban átvinni. Nem kell görcsölni rajta, próbáld szépen kihúzva elvinni. Oké? Nyilván gyakorlás kell hozzá, a deep phase-hez ugyanúgy, mint a forgáshoz, főleg, hogyha egybe csináljuk a kettőt. Jó, nyugodtan gyakorolj otthon, ha valami nem tiszta, tekerd vissza a videót, írd rám nyugodtan Instagramon, segítek. Köszönöm szépen az órát, remélem, hogy tetszett, hamarosan találkozunk.